Tehát azt gondolom, hogy euh, ami témát most feszegetünk, és amiben belementünk, az euh, el kellene hinni, hogy nem egy új hullám. Nem egy új, euh, hogy is mondjam most, tanítás. Vagy valami olyan dolog, amit most azt gondoljuk, hogy euh, hogy megtaláltuk, feltaláltuk a spanyol viaszt, és majd most. Hanem ennél sokkal több ez az eredeti evangélium, ami mindig is vonzotta az embert, és mindig is megérintette. Erre tértünk meg. Ez enélkül nem, nem jöttünk volna Jézushoz. De látni kell, hogy valami erőtér eltántorított, és tudjuk, hogy ki ez, eltántorított bennünket ettől, és bementünk ítélkezésekbe, törvénykezésekbe, gyülekezett olyan építésébe, hogy, hogy, fölé rendeltük a Szent Szellemnek. Mondhatnánk azt is, hogy mint hogyha mi se történt volna, mi se ment tovább. És igazából valami olyan, olyan Padlófogás után vagyunk többen, hogy el kellett gondolkoznunk azon, hogy Isten mit akar az életünkkel, mit akar a sorsunkkal, mit akar az egyházzal, és igazából egymástól függetlenül nagyon sokan elkezdtünk abba a dologba megérintődni, ami az eredeti üzenet. És amikor a bűnös asszonyt vitték Jézus elé, és azért vitték oda, mert nagyon jól tudták, hogy nem fogja megkövesztetni. Mi gyülekezet vezetők megkövesztettük volna, mert vártuk, hogy be kell tartani a törvényt, a Bibliát, ami le van írva. De a Biblia szerzője, a Biblia inspirálója, a Bibliának a, a lelke az ott volt Jézus Krisztusban, az élő ige. És ő megkérdezte, hogy asszony hol vannak a vádlóid? És azt mondja, hogy nincsenek, és azt mondja, hogy én sem vádollak téged. Vádlás alatt nem lehet élni. Nem lehet megváltozni. Vádlás alatt nem lehet kijönni semmilyen rossz dologból. Csak összetörni lehet. Ezért az, amit hirdetünk, ez látszólag könnyelműnek néz ki, vádolnak is bennünket, pont a keresztény testvéreink, amiatt, hogy teret adunk a bűnnek. Nem, nem is tudtam, külön fórum vitatkozik az én személyemről, több százan. Állítólag én vagyok a kegyelem képviselő, fő képviselőjét Magyarországon, a szuper kegyelem, szuper karcsia. Idáig még senki nem jutott el. Egyébként ha van kegyelem, akkor én nagyon szeretem a szuperkegyelmet. Az még jobb. Sőt, hiper-szuper kegyelem kell nekem, és nem kell törvény, És nem kell kárhoztatás, és nem kell semmilyen, semmilyen olyan dolog, amit Isten befejezett. Jézus Krisztusban egy új korszak kezdődött el. És ezt a kis felvezetőt csak azért mondom, mert Ervin barátommal, akit tök más oldalról jöttök, máshonnan, egészen, olyan egy szívvel és egy lélekkel látjuk ezt az egészet, és annyira örülök ennek, hogy hogy én már mondtam is neki, hogy, hogy olyan, mint hogyha, mint hogyha régóta ismernénk már egymást, mint hogyha a szívünk összeforrott volna, és úgy olyan, olyan csodálatos ez az egész dolog, mert akik megértik az Istennek a kegyelmét és szeretetét, így, így járunk velük, képzeljtek el. És azt is meg kell mondanom nektek, hogy nincs bűntelen ember, amiről már beszéltem, a test, testben élünk, és a test cselekedetei nyilvánvalók, a Galata levélbe hogy le van írva. De ne test szerint járjunk, hanem szellem szerint. És ne próbáld meg a testedet jóvá tenni, mert össze fog törni az életed, hanem próbáld meg a szellem szerint való járást, és akkor a tested is rendbe fog jönni szeretném ezt a kedvességet kiárasztani valahogy rátok, hogy ne féljetek, hogy bátorodjatok meg. És külön köszönöm azt, hogy nagyon sokan terjesztik ezeket az üzeneteket, úgyhogy tízszer, százszor többen hallgatják meg interneten és Facebookon ezeket a kijelentéseket, és változnak meg emberek életei. Én nem tudom, hogy az egyház hogy fog menni tovább, de az egyik nagy bosszúságom az volt, hogy amikor Jézus visszajött a a halálból föl, feltámadt, akkor halat, evet meg mézet, ahelyett, hogy azzal foglalkozott volna, hogy konkrétan hogy kell csinálnunk nekünk a dolgokat. Ja, nem, Jézus is evet mézet. Hát, hát mindenhol evet mézet. Na jó, van, hát most evett. Na jó, van, itt kezdődik a tévtanítás. Szóval halat az biztos, hogy evett. Igazad van, igazad. de az meg sáskát és mézet nem haladna tehát. Na. Tehát, tehát visszajött, és, és azt mondja, hogy en, en evett a tanítványaival, és nem azzal foglalkozott, hogy milyen gyülekezetet építsenek, nem azzal foglalkozott, hogy milyen törvényeket tartsanak be, nem azzal foglalkozott, hogy hova menjenek, nem azzal foglalkozott, hogy hova menjenek, hogy hogyan, kikkel kapcsolódjanak, hanem azt mondta, hogy nyugodjatok meg, békesség. Küldöm oda a Szent Szellemet, nyugodj meg, te majd attól megnyugszol, na mindegy. Tehát elküldöm a Szent Szellemet, és a Szent Szellem maradj már nyugton, Csabi. Hát te, téged is mindig zavart, amikor így dumáltak. Maradj már nyugton. Na, tehát te, tényleg -e tehát most már még mindig itt tartasz, hát az atya világ, komolyan mondom. Hát Magyar tanár létére, hát Hihet, hihetetlen. Alisz, te meg ne vitatkozz vele. Már meggyőzte, rendben van, rendben van, jó. Jó, de figyeljetek, el akarok jutni valahova, és segítsetek már nekem. Mert meg a kilódásba fog kitörni ez az egész bevezetés. Tehát, hol tartottam? Ja, igen, és azt nem a méznél tartottam, Csabi. Azt a minden itt neki. Ez a komolytalanság szelleme csak kiárad belőlem valahogy. Na és, hanem az, az, azt mondta, hogy figyeljetek, nyugodjatok meg, maradjatok, ne menjetek sehova, a szent szellemet elküldöm, és a szent szellemet veszitek, és az bizonyságot fog tenni rólam, és elvezet mindenhova benneteket, amit kell tennetek, mindent megmutat. Nincs arra szükségem. Pál mondja? Ha ismertük is volna Jézus test szerint, ezentúl már nem ismerjük. Itt van a Szent Szellem. A Szent Szellem az nem a Piszter Ervin, nem a Kubinyi Károly, és nem a többi tanító hanem a Szent Szellem az, aki benne lakik a szívedben. És hogyha én a Szellem által szólok, akkor ez a Szellem bizonyságot tesz a te szívedbe, hogy valóban Istentől beszélek, és ez a Szent Szellem elkezd téged inspirálni olyan dolgokra, amit tegyél meg, amiben bátorodjál meg, amit vigyél véghez. Mert a Szent Szellem akar bennünket vezetni, és ez a Szent Szellem az, ami ami itt van, és az utolsó időben a késői eső igenis elkezd hullani, és igenis nagy dolgok előtt vagyunk. És ez a nagy dolgok, ezek nem csak az, hogy megtérők jönnek be, hanem igenis, visszafogálni az az eredeti állapot, amikor Péternek tényleg más nem volt, nem volt hatalma, mert aztán utána lett az utódjainak hatalma, meg pénze is, meg ereje is, csak elment ez, ami akkor volt neki. Az már nincsen. Mondhatnánk azt is, hogy aranyom ezüstön van, de többet nem tudok adni neked, úgyhogy maradj benne a sántaságodba. De Isten azt akarja, hogy újra. Kijöjjön a sánta, újra felálljon a beteg újra életre keljenek azok az emberek, akik halálba vannak, és megújuljanak azok, akik tönkrement élettel életbe mentek bele. Akár hívők, és nagy hívők, sokasága van tönkrement életbe. Azért, mert a törvény megnyomorított őket, és nem mernek Jézushoz jönni, mert azt mondják, hogy bűnösök vagyunk, alkalmatlanok vagyunk, a vádlás ott van a szívükbe, de Isten föl akarja őket emelni, és ki akarja hozni bennünket, be őket a nyomorukból. Egy rövid levelet olvasok fel, és akkor átadom a szót az Ervinnek. Csak azért, mert hiszem azt, hogy Isten, Isten akar bennünket megbátorítani, és akarja, hogy, hogy menjünk tovább. Szia Károly, nem akarlak zavarni, de el kell neked mondanom, hogy a tanít, tanításaitokon keresztül mentett meg Isten az életemet. Húsz éve megtértem a híd gyülekezetében, szolgáltam 14 évet. Dicséretvezető voltam a helyi gyülibe, de az élet úgy hozta, hogy Kanadába költöztünk, és egy idő után elszakadtam az úrtól. Zenész vagyok, és sajnos elkezdtem a világba zenélni, amivel nagyon jól kerestem. De közben rászoktam az italra, és utána a kokainra is. Három évig éltem nagy mocsokban, depresszióban és halálfélelemben, azonban szint, ö, teljesen tönkrement szintre kerültem. Ö, és úgy gondoltam, hogy vége az életemnek. De ezután valahogy, nem tudom, hogy hogyan, de a te keresztül karez, elkezdtem hallgatni, onnan már tudtam, hogy nem akarok úgy élni, és elkezdtem érezni Isten szeretetét. Most már két éve, hogy hazajöttünk Magyarországra, és a mai napig a te tanításaidat hallgatom, és növekszem az úrban, már nem vagyok depis, nem drogozom, és nem alkoholizálok. Nem zenélek a világban, személyesen nem is ismerlek, de olyan, mintha ezer éve ismertelek volna. Azért is kértem tőled egy kis segítséget, köszönöm, tudd meg, hogy apu nagyon jól használ téged, és nagyon szeret. Amen. Tehát ez az üzenet képes kihozni az embereket a teljes pusztulásból, és képes téged is megtartani az Úr Jézus mellett, úgyhogy bátorodjon meg a szíved. Halleluja, Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. És hát semmit nem beszéltünk össze, Karesz nem tudta, hogy én miről fogok beszélni, de hát egy csomó mindent meg, meg említettél, amit én is szeretnék említeni. Igazából azért, mert nem akarom, hogy elmenjen a, a, az időm, mert annyi minden van bennem. Most 24 órán belül ez a harmadik összejövetel, ahol prédikálok, és teljes szívemből hiszem, hogy van tényleg nekünk valami olyan ö, áldás üzenet, amit az Isten a szívünkre helyezett. <kül> Egy évvel ezelőtt a hiány csapdájáról beszéltem itt köztetek, most pedig fogok beszélni egy másik csapdáról, még pedig a szeretet csapdájáról, hogyha eljutok oda, hogy ezt elmondjam nektek. És mi, mielőtt én ezt megtenném, egy másik címen egy hasonló üzenetet mondtam, mégpedig azt, hogy a becsapott Jézus. <kül> És azért adtam ezeket a nagyon... Érdekes címeket, mert ugye régóta megy a vita, most már egyre élesebben, hogy vajon hogy, hogy áll az Isten hozzánk, mit jelent a kegyelem az életünkben. Nagyon sokan vitatkoznak azon és beszélnek azon, hogy miért olyan nehéz az ingyen kegyelmet elfogadni. És miért van az, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten jó és Isten szeret, hogy akkor van az emberekben, ahelyett, hogy kiugranának a bőrükből, mindenféle ellenérzés, ellen gondolat jön létre, és egyetlen egy dolgot látok én ennek alapjának, az, hogy megtanítottuk az elmúlt évek, évtizedekben, évszázadok, akár évezredekben is az embereket bűncentrikusnak lenni. És Jézus Krisztus helyett a bűn lett az emberi figyelemnek a középpontja. És ebből az jött, hogy ö, egyszerűen egyébként a bűneset óta gyakorlatilag azért ez így van, hogy, ö, hogy ö, ugye az, a bűnesetnek az volt a lényege, hogy az Isten szava helyére bejött az énnek, az egyénnek a tudása. És ezért az Isten szavát átvették mindenféle okoskodások. Most a mézet hagyjuk, de mindenféle okoskodás. És tényleg azt gondolom, hogy ö, Bocs, ez magas labda volt, csak az én. E, és azért gondolom, hogy most a, az Istennek a jósága az utolsó időkben, mert, mert megjelent az Isten üdvösséget hozó kegyelme minden embernek, most visszafordítja ezt a helyzetet, és el kell jutni oda ennek a nagyon okos 21. századi embernek, kereszténynek, hogy elkezd visszatérni ahhoz a nagyon egyszerű és nagyon alap, de nagyon-nagyon fontos igazságokhoz, például az Isten szeretetéhez és az Isten jóságához, az Isten kegyelméhez, és rá fogunk jönni, egyre inkább is jövünk rá, hogy ezek az igazi alapjai az életünknek. Nem a magas teológia, hanem az, ami a legegyszerűbb, ami, ami tényleg a kis, kis csesszopók és a kis gyerekek is megértik, és, és elfogadják, és, és, és a magukévá teszik. Na, a János 3.16-17-ről szeretnék beszélni, a legismertebb vers ugye a szentírásba, ez az egyik, és egy jó szövetség igét szeretnék, azt az igét, amivel befejezted a múltkor az összejövetelt. És ezzel a, erre a két igére szeretném felfűzni az üzenetemet, és az üzenetemnek az a lényege, hogy hogy, hogy is van ez a dolog, hogy, hogy, hogy Jézus be lett csapva, és ha a végén oda jutok, akkor ezt meg szeretném indokolni nektek, hogy. És minnyáján tudjuk, hogy ez nincs így. De hogy miért mondom ezt, arról szeretnék beszélni. A János 3.16 azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, most már többször elhangzott ma hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezerszer és milliószor beszéltünk ezekről a dolgokról. Most csak az utolsó szóra tenném a hangsúlyt, ami azt mondja, hogy örök élete legyen. Legyen. És ez a szó a görögben az echo, az azt jelenti, hogy tart, megtart, biztonságban tart. Tehát Isten elküldte az ő fiát a világra, Jézus meghalt értünk azért, hogy aki hisz ő benne, az ne veszen el, hanem benne maradjon a biztonságban az Isten biztonságában. Tehát ez, ez volt az Isten alap hozzáállása. És azt mondja a következő vers, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Itt is egy pár tipikus szó. Tehát nem azért küldte a világra, és itt a kozmoszt értjük, abszolút azok szó szerepel, nem azért küldte a kozmoszra, hogy elveszítse vagy kárhoztassa. A kárhoztatás szó a kríno, az azt jelenti, hogy a törvény előtt felelősségre von. És ez azt jelenti, hogy nem azért küldte el Isten az ő fiát a világra, hogy törvény előtt felelősségre vonjon, vagyis hogy pellengére állítson, hanem azért, hogy megtartassék, az a szót szó, megment, megtart, üdvözít ö, ö, a szó jelentése, hogy megtartassék az ő a világ általa. A két versben van egy olyan, egy két olyan tartalom is igazság, ami nem lehet egyszerre betölteni. Vagy elítél, vagy megtart. Ha megtart, akkor nincs ítélet. Ha elítélt, akkor nincs megtartatás. Vagy ez igaz, vagy az igaz. És tudjuk, hogy a megtartatás az igaz. Mert azt mondja, hogy megtartsa és megtartassék a világ ő általa. Tehát a megtartás a megtartó által van, azaz a názereti Jézus Krisztus által van. Tehát a kettő, az elítélet és a megtartás, az kizárja egymást és az megtartatás az igaz. És az egyház nagyon-nagyon-nagyon sokszor, és nagyon sok év ezredeken keresztül az ítéletre tette a hangsúlyt. És arra azt próbált bele magyarázni az emberekbe, hogy neked olyan dolgokat kell tenned, hogy kikerülj az ítélet alól. És az egész dolog mögött semmi más nem volt, mint az, hogy az édenkertbe jött be, vagyis az, hogy ami saját személyes cselekedetünkre tettük a hangsúlyt. De még majd erre vissza fogok térni. A Zsoltár 103. Ugye nagyon-nagyon talán a legismertebb zsoltárok között van ez, Karesz felolvasta a múltkor, és én ezért nem is olvasom fel az egészetet. Ugye tudjuk, fejből, nagyon sokan de azt szeretném most a 9 és a 10. verset kiemelni ebből a Zsoltárból, ami a következőt mondja. Ugye, áldjad én lelkem az urat, úgy kezdi, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. És utána rögtön azt mondja, tehát mi az Istennek a jó téteménye? Figyeljetek, miért ad Dávid hálát, és senki nem tudta ezt úgy megfogalmazni, mint talán ő. Dávid, hallottuk, és tudom, hogy most ez sokat téma is volt, Dávid minden tekintetbe átélte azt, hogy ha az Isten a bűnei szerint ítélné előtt, akkor ő neki nem lett volna szabad. Élni sem, nem hogy a pozícióban benne maradni. És azt mondja a kilencedik vers, a következőt, azt mondja, hogy nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nézzük a szavakat. Tehát azt mondja, hogy a feddődés az eredetiben azt jelenti, hogy nem veszekszik, nem civakodik, perel, hanem azt mondja, hogy nem civakodik, nem veszekszik és nem perel. És nem tartja meg a haragját örökké. Tehát nem haragszik örökké. Itt megint az a lényeg, hogy nem akar, nem haragtartó. Nem haragtartó az Isten. Sőt, utána azt mondja a következő tizedik vers, mert, mert nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk, ami álnokságaink szerint. Nem a bűneink szerint cselekszik velünk, nem a bűneink szerint viszonyul hozzád és nem fizet meg az álmokságot ért. Hányszor és hányszor hangzik el, hogy azért van ez a dolog, mert megfizette az Isten. Igaz? Nem fizet az álmokságaink szerint. És akkor jön a tizenket. mert amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vetett el tőlünk a védkeinket. És amilyen hűséges az apa a fiakhoz, olyan az ő kegyelme, az őt félők iránt. Vagyis bemutat nekünk egy valami egészen, egészen fantasztikus, és egészen más Istent, mint akiben nagyon-nagyon sokáig gondolkoztunk. És ahhoz, hogy ezt a dolgot megértsük, azt kell megértenünk, hogy szeretnék egy negatív példát hozni nektek. Azért hozok egy negatív példát, mert én azt hiszem, hogy ezen a példán keresztül nagyon-nagyon szemléletessé tudom tenni a János 3 és a 103. Zsoltár üzenetét. A következő, amit szeretnék föltenni egy kérdés nektek, hogy szerintetek mi az a méreg, amivel a legjobban a kapcsolatainkat szét lehet bombázni. És legyen ez most munkatársi kapcsolat, házastársi kapcsolat, fiú-gyerek kapcsolat, igen, igen, így van. Még én egy picit tovább megyek a bizalmatlanságra, de abszolút jó, abszolút jó, de egy kicsit tovább megyek a másik hibáinak a fenntartása. És ez mögött bizalmatlanság is van. Tehát amikor én fenntartom folyamatosan a másiknak a hibáját, azzal gyakorlatilag folyamatosan mérgezem a kapcsolatunkat. És ez azt jelenti, hogy amikor ez történik egy kapcsolatban, bármilyen kapcsolatban, akkor elindul egy olyan folyamat, amit én most leszeretnék drámai érni nektek. Drámai leszek. Drámai lesz a dolog. És gondold végig. Következő van. Az a véleményem, hogy a kapcsolatainknak a szétveréséhez van egy nagyon jó aranyszabály. Tehát a Következő, hogyan tudod hatékonyan szétverni a kapcsolataidat? Következő, amit ehhez tenned kell, ne tedd egyébként, de most értsd meg, hogy miről beszélek. Tehát mondjuk vegyük a házasságot, de lehetne venni. Mert azért a házasságot, mert így a. Krisztussal való kapcsolatunkban talán a leg, legaktívabb, vagy a legszemléletesebb dolog, de vehetnénk az apa-fiúi viszonyt is, majd ki is fogok erre egy picit térni. Tehát, ha el akarsz várni a párodtól, akkor semmi más nem kell tenned, nem kell házasságot törni. Nem kell valami nagyon-nagyon komoly devianciát csinálnod, hanem e, azt kell elkezdened, hogy folyamatosan emlékeztesd a hibáira, a, a kihágásaira, és ezt támaszd alá a Bibliával. Tehát még egyszer, ha azt akarod, hogy tönkre menjen a kapcsolatod, akkor folyamatosan, kitartóan, hűségesen, újra és újra emlékeztest a hibáira. És hogyha ezt igeileg alátámasztod, akkor a következő dolog fog történni és hogyha nagyon kitartóan és türelmesen teszed. Az első dolog, ami történni fog, és biztosította siker, a negatív siker, tehát az első dolog az, hogy belekényszerül egy mentegetőzésbe. Belekényszerül abba a legjobb szándék mellett is, hogy viszont elkezdi ő is a te fejedhez vágni, igei alapokon azt, amit te nem csinálsz jó. Na most ugye tudjuk, hogy mondjuk a házasságban ilyen azért van bőségesen. És elkezdődik egy adok-kapok, és elkezdődik egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy bűntudat. Amit úgy hívunk, hogy bűntudat, és így beszél a Biblia is róla. Folyamatosan föntartjátok egymás felé, föntartanánk, itt persze senki, az autonóm gyűlibe vannak, de itt nem. De Folyamatosan fenntartanánk azt, hogy az az ember soha ne érezze jól magát, hanem mindig ott legyen a tudatában, hogy nem csinálja jól. Ez az első. A második dolog, ami biztosan, hogy fog történni vele a bűntudat mellett, hogy elveszti a hitét. El fogja veszíteni a hitét abban, hogy ő egy picit is jó. És hogy bármi jó is volna benne. És hogy bármi értékes is volna benne, hiszen mindig azt kapja meg, és azt hallja, hogy mi, milyen rossz vagy, mennyire nem csinálod jól, hogy mennyire mennyire ö, ö, félre sikerült ez az egész dolog. Tehát elveszti a hitét önmagába is, és elveszti a hitét a környezetében is, elkezd hitetlenné válni, elkezd meg, megred, megrendülni ebben. A következő, ami jön erre, hogy rá fog jönni, hogy nem szeretted soha. Ugyanis a szeretet nem, illeti gonoszsal a felebarátod. Nem rója fel a gonoszt. Valahol olvasunk, egy Korintus 13, ugye? A szeretet nem rója fel a gonoszt. Ha valaki neked folyamatosan a rossz oldaladat, az nem szerettéket Ez légy egészen biztos benne. És hogyha kiderül, hogy nem szeretet, akkor kezd nagyon-nagyon mély alapokon megrendülni a kapcsolat. Mert ha minden kapcsolatnak az alapja és a föntartója a szeretet, az Istennel való kapcsolatunkban is, és az egymás felé való kapcsolatunkban is. Ezért mondta Jézus, hogy az egész törvény és az egész próféták egyetlen egy parancsolatban teljesedett be. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a fele barátodat. És ez a törvény és a proféták betöltése, vagyis a szeretet. Ha a szeretetben megrecsenünk, akkor megrecsenünk mindenben. És akkor jön a következő, ami még megdöbbentő lesz, hogy fölismeri, hogy egy önződög dög vagy. Aki csak magával foglalkozik. És csak az a fontos neki, hogy mi mit akar kivenni ebből a kapcsolatból. És amikor ezt fölismeri az ember, akkor elindul a földi pokol. Pajor úgy mondta, hogy a dúla konyhai fasizmus. <laughs> és így van. És így van. És akkor, ha ők nagyon istenfélők, akkor együtt maradnak. Ha nem nagyon istenfélők, de mondjuk nagyon adnak a környezetüknek a véleményére, akkor is együtt maradnak, mert hát a mit fognak szólni az emberek alapon együtt kell maradni. De ez az együttmaradás, ha nem jön egy megtérés, és nem jön egy felismerés ennek az állapotnak, ez az együttmaradás, vagy maga lesz a pokol, ami mindenféle devianciát kivált az emberbe, és elmegy a kocsmába, a férfi, a nő belemenekül a munkába, meg nem tudom én, mibe, és nem is akarom részletezni, mindnyájan tudjuk, hogy hiába tudja mindenki, hogy együtt maradtak, de nincsenek együtt, évek óta, és nem csak azért, mert szexuálisan nincsenek együtt, hanem két világ, és ez a két világ igyekszik nem is találkozni. Tehát nem ezt találta ki az Isten. És akkor elérkeznek abba állapotba, hogy előbb vagy utóbb, mivel az alapokban megrendült az egész, szét fog esni. Drágáim, következő a helyzet. Ez a szituáció az az igazi baj, hogy ezt vetítettük ki az Isten. Akkor, amikor nem hittünk abba, amit itt leírt a 103. Zsoltár, hogy soha nem emlékezik meg a bűnötről, hogy nem veri a fejedhez az álnokságodat, hogy, hogy megemlékezik róla, hogy milyen gyarlok és erőtlenek vagyunk, és ezért szeretettel fordul hozzánk. Ahogy én ezt elmondtam, és rájövünk arra, hogy hát ezt tényleg nem csinálhatjuk egymással. Mert ha ezt csináljuk egymással, akkor biztos, hogy kinyírjuk egymást akkor miért gondoljuk azt, hogy az Isten ezt csinálja velünk? Micsoda gonoszság? Nem? Nem gondolod? Szeretnélek megnyugtatni, hogy semmiképpen, de semmiképpen nem teszi meg veled az Isten. Nem vádol. Nem emlegeti föl a bűneidet. Megígérte, hogy olyan messze veti tőled el a bűneidet, mint a napkelet a napunkattól. Megígérte, hogy nem fizet nekünk az álnokságaink szerint. És tudjátok Isten kelepcébe került, csapdába. És ezt úgy mondom, hogy a szeretetnek a csapdája. Ugyanis, amikor visszavonhatatlanul elkötelezzük magunkat szeretetben egymás felé, akkor abból nem tudunk kilépni. Akkor abból nincs kilépés. És hogyha nincs kilépés, akkor megoldást kell találni egy olyan helyzetbe, mint például, amit az előbb fölvázoltam. És akkor jön be az, amit az Isten tett. Vagyis úgy kell rádöbbentsem a másik felet arra, hogy rossz helyen van, és kölcsönösen ez igaz oda-vissza, hogy úgy kell segítsek rajta, hogy ő azt, azt gondolja, hogy ő találta ki a megoldást. Vannak ilyen én én ismerek olyan házaspárt, a feleség elképesztő módon ért hozzá, de abszolút pozitívan és idős házasom, hogy mindig, amikor mond valami hülyeséget a férje, akkor ő nagyon finoman, egyetértőleg elkezdi mondani, hogy igen, de tudod, még van egy ilyen, szés, és a férfi egyszer csak kimondja a homlok egyenest az ellenkezőjét annak, amit ő elképzelt, és a feleség meg visszavonul, és örül annak, hogy a dolog. Célba ért. Hogy ezt mondhatnánk varázslásnak, de nem az. Figyeljetek ide. Akkor most értsük meg a János 3.16-ot. Visszafordíthatatlanul szeretném, ha megértenénk. Isten csapdába esett akkor, amikor belénk szeretett. Mint ahogy én is, hogyha szeretem az ibolyát, akkor nem azon gondolkozok, és figyeljetek ide, hogyha valakit visszavonhatatlanul szeretek, ez az én feleségem. Akkor nem merülhet fel a gondolatodba az ő megsemmisítése, mert ez lenne az egyik. Hát figyelj, 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 csak hogy megnyugodj. Most nevettek, de az Istenről feltételezzük. Agyon verte az Isten, mert olyan gonosz volt, már az apja is. Isten megölte. Hagyjuk már, miről beszélünk? Isten nem gyilkolja az embert, Isten szereti az embert. Bocs, kicsit más az a történet, a baba fekvése. Ráadásul egyetlen valaki a világ mindenségbe, aki visszavonhatatlanul szereti az embert. És annyira szerette az embert, hogy ugye miről olvasunk, hogy odatta az ő fiát érte. Vagyis a fiánál jobban szeretett téged, ugye? Hagyjuk már ezeket a dumákat, hogy hogy így az Isten megbüntette, úgy agyon verte, így megverte, úgy megverte az Isten. Hát mindenki ismeri, hogy megverte az Isten. Hát tudod, kit vert meg az Isten, nem az Isten verte meg. Tehát amikor fel sem merül annak a gondolata, hogy akkor én őt megölöm, vagy likvidálom, akkor olyan megoldást kell találjak, ami amivel ő rádöbben arra, hogy, hogy hogy van, hogy hol van. És ezt nem ilyen fölülről kioktatom és elmagyarázom neki, hogy te kis ülját, mikor érted már meg. Mert ellene fog állni. Ez a bűn, ez a bűnnek a természete. Hogy amikor ugye azt mondja, hogy a bűn a tiltással kapja a vonzerejét, a törvény által. És akkor én azt mondom neki, hogy nem, akkor azért is azt fogja csinálni, mert a gyerek is azt csinálja. És soha nem menj neki így a párodnak, vagy a barátodnak, vagy a bárkinek, hogy majd fölülről kioktatod és elmondod, hogy miért nem fogja meg se hallgatni. A probléma megoldása a János 3.16-ban az Istennél volt. Isten szerette a világot. Ez volt az isteni megoldás. Isten nem tudott más tenni. Most bocsánat, értsétek jól. Persze elsöpörhette el, el, el volna egyetlen szavával a Földet. Egy, egy mondatával, egy, egy leheletével. De nem ezt választotta. Nem gyilkos, nem embergyilkos. O, tudjátok, kiről van megírva? Az ördögről, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Ő elsöpörné, ha megtehetni. Az Isten nem ezt tette, nem ezt választotta, hanem azt, azt a megoldást találta ki az Isten, és tárta elénk, hogy az ő tulajdon fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. És akkor álljunk meg egy picit itt a hit dolognál is. Én nagyon hiszek abban, hogy minden hitáltal működik, és semmi nem működik hit nélkül. De azért nem agasztaljuk föl már a hitet olyan pozícióba, amit nem ér, amiben nincs. Ugyanis még ebbe is az van, hogy ha hiszel, akkor majd megkapod. De nem erről szól a dolog. Nem a te hiteden múlik, az Istenen múlott. A megváltás nem a te hiteden, meg az én hitemen múlott. A megváltás Istenen múlott, és Isten megcsinálta tőlünk függetlenül. Ha egyetlen egy ember nem hit volna benne, akkor is megcsinálta, mert fölajánlotta az embernek, mint egy hatalmas ajándékot és lehetőséget. És a hit az csak azt jelenti, hogy visszaigazolom, köszönöm Istenem. Ennyi. Elfogadom azt, amit tettél értem. Mi a hiten azt gondoljuk, hogy majd mi bedolgozunk, majd mi kiböltöjük, majd mi megcsináljuk, kiimádkozzuk, és akkor majd az Isten megváltozik, nem fog megváltozni, semmi olyat nem fog már adni, amit ne adott volna Krisztusban. És persze, jó, ha bőtölünk, főleg a böszmetestünk miatt. Hogy kicsit alábszáljon. A hit, a hit, az nem az, hogy én kitalálom, hogy az Istennek mit kéne csinálni, és nagyon hiszek benne, és akkor majd Isten megcsinálja, hanem a hit, hogy elfogadom, amit az Isten tett értem. Ennyi. És ebbe beáll, és ezt látta meg Dávid. És ezért mondja azt, hogy eh, ahogy kezdi ezt a Zsoltár, hogy eh, áldjad én lelkem az öt, és egész bensőm az összen. Ne, nem volt más, nem maradt más Dávid. És rögtön azt mondja, hogy nem azért áld az urat, mert, mert, nagy gazdagságot adott, királyságot adott, generációkon keresztül megígérte az ő, és nem tudom én micsodáját. Nem, azt mondja azért, mert megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegséget. És megváltja életedet a koporsótól. És ezt Dávid már elénekelte, megénekelte. Sok-sok száz évvel Jézus előtt. És eljött Jézus, és elhozta az egész emberiség számára a megoldást. És ez a megoldás, ez pontosan az, hogy Isten nem civódik veled. Hát figyeljetek ide, hát ha Isten tényleg föntartaná a védkeinket, és, és számon tartaná, hát megbolondulna a menny. Hát tele lenne a menny a mi hülyeségeinkkel, évezredek óta. Nem, 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 nem. És itt eljutunk oda, hogy nem. A, az, a bűn nem tud elválasztani bennünket az Istentől. És itt van a, a, az, az oka, hogy miért nem. Azt kell megérteni, hogy Isten és ember között a bűn ma már nem lehet akadály. Nincs akadály, ugyanis. Eljött Jézus, végrehajtotta az atya akaratát és egyetlen egy áldozatával örökre megszentelte a megszentelteket, és megigazította, igazakká tette. Egyetlen áldozatával eltörölte a bűnt. Egyetlen egy áldozatával az a bizonyos áldozat, olyan, figyeljtek, amikor bementek Izrael fiai, Jomkipúrkol, bevitték, ugye mindegy, volt egy bak, amit elküldtek a pusztába, és volt egy, amit bevittek a szentek szentjébe, a főpap. És amikor a főpap kijött, akkor tudta a nép, hogy az Isten elfogadta az áldozatot. Elfogadta a vért. És tudta a nép, hogy megvannak, bocsájtva a bűneink, rendbe vagyunk az Istennel. És azt mondja a zsidó levél, hogy ezek pikák és bakok vére volt. És ez csak időlegesen volt. És ha valami eredménye volt, az is Jézus miatt volt. De azt mondja, a Jézus az örökké való vér által, az ő tulajdon vérével ment be a mennybe és egyszer és mindenkor örökre ült az Istennek a jobbjára. Nem lehetett a főpapnak leülni a szentek szentjébe, ilyen nem volt. Isten jelenlétében nem ücsöröghette. Bement, nagy rettegések közepette, meghintett a meghintésnek a fedelét, és örült, hogy iszkrizhet ki. Élve. Az Isten fia meg bement, és nem csak a mi bűneinket Törölte el egyetlen egy áldozatával, de eltörölte, hanem még a mennyet is megtisztította az ő vérébe. Vagyis minden, minden bűn, minden bűn, ami elkövettetett azóta, vagy elkövettünk azóta, bocsánatot nyert. És ha bocsánatot nyert a bűn, amikor én azt mondom neked, hogy megbocsátottam, és én ezt fölhánytorgatom neked, akkor gonosz vagyok. Nincs jogom hozzá. Vagy nem bocsátottam meg, csak mondtam. És ha az Isten azt mondja, hogy az ő bűneikről és álnokságaikról meg nem emlékezem, akkor az azt jelenti, hogy megbocsájtott, és el van törölve. El van törölve. Vége. Soha többet. Na de hát, el van törölve. Ezt mondja a Biblia. Te szembeállíthatod ezzel a bármidet. De a Biblia akkor is ezt mondja. És ez a kérdés az Isten szemébe nyugvópontra került. 2000 évvel ezelőtt. 2000 évvel. Egyetlen áldozat elé volt. Figyeljetek, most nem lesz már időm, de azért menj, gondoljuk végig a Róma levélbe. Azt mondja, hogy... hogy egy ember által jött be a bűn a világba. Róma 5. Igaz? Most álljunk meg. Bejött? Van valaki, akinek nem jött be? Valaki úgy született, hogy, hogy ő, ő neki nem? Ez sajnos bejött. És azt mondja Róma 5-ben, egy csomó igét fölírtam egyébként, és hát majd idő... idő azt mondja a Róma 5 hogy mennyivel inkább Jézus Krisztusnak a vére megszabadít bennünket a bűntudattól. Megszabadít bennünket a bűntől. Tehát ha egy ember be tudta hozni a bűnt, és ezt úgy hívták, hogy Ádám, akkor egy ember ki tudta vinni, és ezt hívjuk a visszafordított, kegyelem, vagy az evangélium, ami a visszafordította a folyamatot. Értitek? Visszafordult a folyamat egy embernek az engesztelő áldozata miatt. És az, ami a halálomra volt, úgy fordult vissza, hogy életemre vált. Olvassuk el, ha oda Olvassuk el, nézzétek meg Róma levél, hogy az a bűn, ami a halálomra volt nékem, Azért az Isten fia meghalt, és ezért az, ami a halálomat okozta, lett a kegyelmemnek, a megmenekülésemnek, a szódzomnak a tárgya. És még ekkor gyorsan mondják is a pálnak, hogy ide figyelj, pál, akkor vétkezzünk. Minél többet, mert azt mondja pál, minél nagyobb volt a bűn, annál nagyobb volt a kegyelem. Hó, hát akkor lehet vétkezni. Nagy bűn, nagy kegyelem. Nagy test, nagy élvezet. De nem erről van szó. Azt mondja, távol legyen. Távol legyen. De figyeljetek, azzal, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a dolog nem lett elvégezve, attól még, még nem leszünk szabad emberek. Sőt, attól leszünk rabszolgák. Tehát foglalkozhatunk mi a bűnnel, nézhetette a magad dolgait, csinálhatjuk azt, mint az érckigyónál is, hogy megmart a kígyó, és azzal foglalkozol, de, de meg fogsz halni. És csak akkor nem fogsz meghalni, ha ott is követjük, ugye János 3.16 előtt mondja Jézus ezt, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót, úgy kell az emberfiának is felemeltetni, hogy aki hisz, ő benne elne ne veszen, hanem örök élete legyen. János 3.15, mert úgy szerette a világ, Isten a világ 16. Tehát felemelte a kígyót, és azt mondta, hogy föl kell nézni a kígyóra. Mi, a Azért kígyor. A minden kígyómarásból való megmenekedésnek egyetlen egy útja van. Ma is föl kell nézni a megfeszített názereti Jézus Krisztusra, hinni az ő váltságába, hogy az ő vére, az ő engesztelő áldozata az minden, de minden embernek minden korban, minden bűnért elég áldozat volt. Elég, elég ár volt. És az ár ki lett fizetve. Kétezer éve az ár ki lett fizetve. És ha ki van fizetve az ár, nem vagy adós. Nem vagy adós. Nem vagy adós az Istennek. És az Isten sem adós neked. Az Isten jogszerűen működik. Az Isten igazságban működik. Ő maga az igazság. És azért esik csapdába, mert hogyha azt mondja, hogy elengedem a bűneidet, mint a János 8-ban, mire utaltak a reszt, ha elengedem a bűneidet, akkor nem vagy igazságos, hát tetten értük, méltó a halára. Vagy nem? Van valami közbűnső dolog? És nem azt jelenti, hogy akkor akkor ez az az, hogy nem lett volna méltó a halára, a megkövezésre. Vagy te vagy én, ne értsük meg, hogy az árat valaki kifizette helyettünk. És az ár Jézus Krisztus son volt. És ezért vitte föl a tulajdon testébe a bűnöinket a fára, hogy az igazságnak meghalljunk, a bűnöknek meghalljunk, és az igazságnak éljünk. Mi tehát a megoldás, az Isten megoldása, a gondolkozás módunkban való változás. És ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon-nagyon nehéz dolog, mert hosszú idő óta egyszerűen be, a, a gényeinkben a legmélyebben bele volt kódolva az, hogy a bűnnel foglalkozzunk. Az egész kereszténység, és most nem akarok erre kitérni, hogy miért, de nyilván ez már leges-leges első időktől kezdve bűncentrikus volt Jézus centrikusság helyett. És igaza van a Karesznak, amikor azt mondja, hogy igen, amikor erről beszélünk, akkor úgy tűnik, hogy valami új tudományt hirdet. Páról is ezt mondták. Valami idegen tudományt hirdet. Ha, jó van, majd meghallgatunk. Nem hirdetett Pál más tudományt, mint amit az Isten rábízott, hogy hirdessen. És ez a megváltásnak az üzenete volt. Figyeljetek ide, ha nem értjük Pál apostolt, akkor nem értjük az egész szentírást. Semmit nem értünk belőle. És akár mennyire is tudom, ez is olyan, az új szövetségnek, különösen a pogányságnak a teológiai alapjait, hogy, hogyan tudja meglátni egyáltalán az Isten munkáját, azt csak a páli leveleken keresztül értjük meg. Ha tetszik, ha nem, ez akkor is így van. Azt se tudnánk, hogy mit csinált Jézus. Ha csak az evangéliumok lennének, fogalmunk nem volna. Ugyanúgy, mint a tanítvány, mint az Emmausziaknak. Ja, meghalt, megfeszítették, föltámadt. Valahol föl, föl, elragadtatott. És akkor mi van? Hát honnan tudod, hogy mi történt? Honnan? A Róma levélből a Galata levélből, a Kolossi levélből, az Efézusi levélből. Nehogy már figyelmen kívül hagyjuk ezt, hát ezt nem lehet csinálni. És akkor, amikor az előveszi az ember, és, és, és akkor próbálják szembeállítani, de akkor értsük meg, hogy az egyház, a Krisztus az alap, az apostolok a alapkövek, ami az, erre a kősziklára épül, Krisztus a ami erre, és arra épül föl az egyház. Nem kihagyható. Ez nem kihagyható. És pál levelein keresztül megértjük, Egyszerűen megértjük a megváltásnak a lényegét. És mindenki, még a Péter is azt mondja az élete végén, hogy ahogy mi szeretett atyánk fia Pál írt nektek, az Istentől kapott bölcsesség szerint, amit az állhatatlan és tudatlan emberek elcsűrnek, csavarnak a maguk vesztére. Tehát a Péter is elismeri, és mindig is elismerték, mert a kezüket nyújtották annak az evangéliumnak, amit a Pál hirdetett. És Pál honnan vette az evangéliumot? kijelentésből? A Pál nem volt ott. A Pált nem oktatták ki, nem ült egy ilyen szemináriumra, és akkor ott a Péter meg a János elmagyarázták neki, hogy mi az evangélium. Hanem jött az Isten hozzá, maga Jézus jött hozzá, és elmondta neki. És tudjátok mi a döbbenetes, hogy semmit, de semmit nem mondott Pálnak a törvényről. Semmit nem mondott neki, a kegyelemről mondott, a vérről mondott, a megváltásról mondott. De az, hogy is Pál, az a törvény, amit te olyan profi vagy, na azt azért, azt azért mindenek előtt tedd oda nekik. Azt mondta, hogy kár és szemét az egész. És Pál nem a, a hülye ideológiákra mondta, hogy kár és szemét, hanem azt mondja, hogy a törvény ismeretében fethetetlen voltam. De az az ismeretem, ami akkor volt, az Krisztus ismeretéhez képest kár és szemét. És ezzel most nem bántjuk a törvényt. Ó, Istenem, mit kapunk mi ezért? De figyeljetek ide, Jézus elvégezte a megváltás munkáját. Jézus befejezett munkáját, ha nem fogadjuk el, akkor nincs értelme a kereszténységnek. Nincs értelme. Tehát vallásoskodni szerintem azt abban lehet hagyni. Annak semmi de semmi értelme nincs. Írtsál ki minden olyan gondolatot a fejedből, és ezt neked kell megtenni, mert az elbír megbújulást, tehát neked kell, amely azt mondja neked, hogy Isten úgy viszonyul hozzád, hogy fenntartja a bűneidet. Képzeljétek még azt is mondtuk. Ha nem csinálsz bűnvallást, hanem vallod meg a bűneidet, akkor, és elhallgatod, akkor majd, amikor odállunk a Krisztus trónja elé, akkor az egész világ mindenség előtt ott a fejünkhöz lesz vágva, és föl lesz olvasva a bűnök. Hallottatok ilyet? Vagy csak én hallottam ilyet? Most figyeljetek ide. Ja, persze. Akkor már Szenilis is a pászor egy kicsit. Akkor úgy látszik, te is elfelejted ezeket. Akkor már nagyon isteni vagy. F Figyeljetek ide, hát pont mondtam ma is, ha, ha a gyereked valami rosszat csinál, akkor nem fogod kiállítani a gyülekezet elé, és a fejére olvasni, hogy mit csinált. Megcsinálod vele? Ha megcsinálod, akkor nincs helyed a hívők között. Akkor nincs helyed, mert akkor te nem hívő ember vagy, hanem egy... Egy, egy erőszakos, arrogáns, agresszív ember vagy, aki abban gyönyörköz, hogy megalázol másokat. Mert aki mást megaláz, az maga is üdül. Ja, vagy nem így van? <laughs> nem tesszük meg még a gyerekünkkel se. Még családon belül sem tesszük meg. Hát az Isten oda ki fog állítani, és, és hát Jézus nem ezért halt meg. Nem azért halt meg, hogy megalászom bennünket. Hogy meggyalászom bennünket. Ő azért kap, szenvedt el a gyalázatot, hogy nekünk nem kell meg gyalázatban. sem élnünk, és odállunk az Isten elé. Azt mondja, meg, kell, meg fogunk állni a Krisztus ítélőszéke szerint. Miért? Hogy mindenkit megalázzon az Isten. Nem, hogy ki, -ki megjutalmaztassék az szerint, amiket a testben cselekedett. Jutalomért fogunk odállni. És most az, akkor annyit elmondok nektek, befejezésünk, mert elment az időm, hogy miért, hogy annyi lapon van, hogy mi jövő héten is mondhattam mondani. De azt szeretném elmondani, hogy miért nem csapta be a menny Jézust. Következő a véleményem. Jézus megváltott, és kifizette az árat. És a legnagyobb árat szapta az ördög, és az Isten megadta. Értünk. Érted, és én érettem. És ő megbocsájtotta a bűneinket. És hogyha azt gondoljuk, hogy Jézus vére nem örök váltság volt, akkor becsapta a menny az Jézust. Becsapta az atya. Ha azt mondjuk, hogy nem érvényes mindenkire, akkor becsapta, ha valaki van, akire ez nem hat el, akkor belecsapva Jézus. Vagy ha rád nem vonatkozik. Ha valaha is visszavonásra került, vagy kerülne, akkor belecsapva Jézus. Mert akkor a vére nem az, aminek mondjuk. Hanem nem hibátlan, nem szeplőtlen, nem tökéletes, hanem hiával való. Hogyha idővel elveszti Jézus vére a hatékonyságát, akkor belecsapva Jézus. Hogyha mi elutasításunk és elutasítottságunk érvényteleníti, az én bűnöm érvényteleníti Jézus vérét bármilyen módon is, akkor belecsapva Jézus. És hogyha az Atya mégsem veszi figyelembe minden tekintetben, akkor belecsapva Jézus. De most mondom távol legyen. És mondom, hogy ez az abszolút lehetetlenség. Az az abszolút lehetetlenség, hogy a Jézus vére és áldozata ne egy tökéletes, egy szent, egy mindenre kiterjedő, egy mindenkit elérő. Az egész világon minden bűnre megszerezte a váltság. És ennél nem lehet kisebbnek tekinteni Jézus vérét és a váltságot. És nem lehet Jézus, azt mondja az Efézus a filipi uh, levében, hogy fölemelte az atya és olyan nevet adott neki, ami minden név fölött való név. Menjen földön, föld alatt, nincs nagyobb név Jézus nevénél. És minden tér meg fog hajolni Jézus nev. És miért kapta ezt? Mert tökéletesen, hűségesen véghez vitte az atya akaratát. És ezért... Az atya nem fogja soha becsapni, és legyen inkább minden ember hazug, az Isten akkor is igaz. És ha az atya azt mondta, hogy te pap vagy örökké a melkisédek rendje szerint, és azért, amit tettél, imádjanak téged az Isten angyala és mindenki, akkor ez így van. Akkor ez így van, és így lesz mind örökké. És amikor bemegyünk a mennybe, eztnek leszünk az élő tanúi. Most hitben vagyunk, de akkor meglátjuk ezt. Meg fogjuk látni, hogy kiben hittünk meg fogod látni, hogy ki a te üdvözítőd. Nem egy kis valaki, egy, egy, áldozati bárányka, hanem a világ mindenség leghatalmasabb szentje. Nem volt ilyen előtte, és nincs azóta. Aki eljött a mennyből azért, hogy, 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 hogy visszaigazolja neked azt, hogy szeretett lény vagy, hogy rendbe vagy az Istennel, hogyha nem pedálozol, akkor is rendben vagy az Isten. És nem azért vagy rendben, mert jót vagy rosszat tettél, hanem azért, mert az Isten megcsinálta. És kész. És persze fontos a hit. Mert, mert ezeket hit által értjük meg. És nem azt mondtam, hogy nem kell, nincs szükség a hitre, hanem nem a hit hozta létre a megváltást, hanem a megváltás ö, állapota állapotába, vagy a megváltás tényébe tudunk hinni. Nem, nem fordíthatjuk meg a dolgot. És azt kell nekem azt szeretném mondani befejezésül, hogy soha, de soha nem fog most már az megtörténni, hogy a menny, ahol, ahol ez az elképesztő dolog lezajlott, és, és, és nem értették, és csak sírtak, hogy nem volt senki, aki méltó arra hogy fölbontsa a tekercseket és a leveg, hogy soha de soha nem fog el, előfordulni az, hogy az atya megváltozik az irányodba. És ezért mondta már Dávid. A Dávid, aki igazán új szövetségi volt az ószövetség idején is, hogy nem perel minduntalan, nem a védkeink szerint ítél, nem feddődik, nem, nem kárhoztat. Hát azt mondja, hogy ha kárhoztatnátok, akkor kicsoda állna meg. Hogyha te, te megtartod a bűnöket, azt mondja, akkor ki állhat meg előtte. Akkor ki, 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 ki mondja azt, hogy na én megállhatok, nem volt senki ilyen, sem menjen, sem földön, senki, aki erre méltó lett volna. És ez a kegyelem. Hogy az Isten megadta. És úgy adta meg, hogy még meg se születtél, úgy adta meg, hogy még jót és rosszat nem tudtál, semmit nem tudtál, és már akkor is a tiéd volt. Az Isten az embert, magának teremtette. Hogy az ember élvezze és gyönyörködjön az Isten jóságába, hogy lubickoljon az Isten dicsőségébe és jóságába. És az ördög rondított bele ebbe, de erről már beszéltünk, meg már még nagyon sokat kell beszélnünk, de az Istennek nem változott meg a véleménye. És te mindig is Istenhez tartoztál, és a poklot nem neked készítette. És ő nem változott meg az irányunkban, mi változtunk meg az ő irányába. De ő nem vonta még vissza a kegyelmünkbe. Azt mondja, még Izraelnek is azt mondja, hogy örök, szeretettel, szerettelek és szeretlek téged. És nem vonom meg az én jóságomat és az én irgalmamat te tőled. Azt mondja Mózesnek, hogy mi a te neved, Uram? Azt mondja, könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akit kegyelmezek, mert az Isten nagy kegyelmű, nagy érgalmasságú, és mindörökké szerető Isten. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon! Oh, Istenem, 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 Istenem! Hálát adunk neked, mennyei Atyám, hogy most, amikor elmegyünk innen is, teljes biztonságba lehetünk. És ez a szeretet old fel bennünket a bűn, a saját bűneink, a saját testi gyarlóságaink hatalma alól. Ez a szeretet emel fel a földhöz ragadtságból. Ez a szeretet ad szárnyakat nekünk, hogy kirepüljünk a tyukurvalról ahol rabláncon tartanak bennünket az apáinktól örökölt hiába való életnek a dolgai. Ez a szeretet. Ez egy dinamit. Ez egy olyan forradalom, ami ha végig söpör a Földön, akkor nem lesz ember, aki ne akarná ezt elfogadni. És aki legjobban visszatartotta ezt, azt mi magunk voltunk, akik ezt hirdetnünk kellett volna. Bekevertük ide a pokolt, az ördögöt, a bűnöket, mindent. Persze, benne van, minden benne van, meg de nem erről szól ez a dolog. Olyan szép, uram, ahogy visszajössz, és tényleg ott halat eszel a tanítványokkal. Megnyugszol, nem, okos, nem okoskodsz, hanem átöleled őket, barátaimnak nevezed azt mondja, hogy ne féljél, ne féljetek, veletek maradok a világ végezetéig, nem hagylak el, nem maradok el tőled, elküldöm az atya szellemét, az én lelkemet, a bensőmet, az életemet, a szellemet, a szent szellemet, és veled marad, és benned fog lakni, és nálad fogunk lakni, te meg én nálam. És ez egy olyan csoda, hogy kiköltözöl a saját elveszett életedből, és beköltözöl az Istenhez. Egyre többet fogsz ott lakni, egyre többet fogsz vele lenni, egyre többet fogsz vele sétálni, és már nem a bűneiddel, nem a betegségeiddel, nem a nyomoroddal, nem a megkötözöttségeiddel fogsz sétálni, hanem Jézussal. És ezek le lebomlanak, eltűnnek. Ahogy ez a fiú írta ebbe a üzenetbe, hogy ez a szeretet ott Kanadába megszabadította. Hogy nem ítélted el. És ez kihozta őt. De nem is ez a cél. Nem ez a cél, hogy kihozzon bennünket a bűneinkből. Ez csak következmény. A cél, az te vagy Jézus maga, és az a szerelem, amit kettőnk között van. És ebbe akarunk élni, és bátorítsam meg itt mindenkit erre, hogy ahogy még az André mondta itt, hogy megcsókolt bennünket az Isten, egyet kér, csókoljunk vissza. És nem mondjuk azt, hogy azért nem csókolok vissza, mert még én, hogy, hogy jönnék én ehhez, hanem igen, Uram, te megcsókoltál, akkor én visszacsókollak és ez a csók, ez emel föl bennünket minden, 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 minden rossz fölé. Köszönjük ezt neked, Uram. És köszönjük, hogy ezt hirdethetjük, és nem is akarunk már mást. Csak ezt. Köszönjük, Uram. Amen.